Hogyan beszélj angolosabban, azaz beszéljünk az anglicizmusokról. Ismerd az anglicizmus kifejezést? Hallottad már ezt a szót valaha? Igazság szerint a Wiki szótár így definiálja. Anglicizmus, angolosság azt jelenti egyfajta kifejezési forma, hogy az angol nyelven szokásos kifejezésmód, szókapcsolat, szólás. Tehát az anglicizmus angolosságot is jelent. De mitől lesz valaki angolosabb? Mielőtt megnézzük a kérdésre a választ, egy fontos gondolat van itt előtte. Hogyha magyarul használsz anglicizmusokat és veszel át szó szerint kifejezéseket, szerkezeteket tükörfordítással, pont ugyanolyan furán fog hangzani magyarul, mert nem fogják érteni, hogy mire gondolsz, mint hogyha magyarról próbálnál átfordítani szó szerint tükörfordítással magyar szójátékokat, magyarul jól hangzó szólásokat, mondásokat, frázisokat vagy gondolatokat angolra. Szóval csak óvatosan. Az anglicizmusokat csak angolul használjuk, és a magyarokat pedig csak magyarul. Tehát a magyar kifejezésekre gondolok. Visszatérve a kérdésre, hogy mit tesz angolosabbá, nézzünk erre egy pár példát. Először is az úgynevezett angolos kifejezések, olyan kifejezések, vagy akár szókapcsolatok, amiket pár szó formájában együtt megtanulsz mondatszintjén, és tudatosítod, hogy ezeket így mondjuk, fixen, mindig. És nem a magyar gondolkozás vagy a magyar kifejezést követjük ilyenkor, ami sokszor totál más. Ezek amúgy nem csak szókapcsolatok lehetnek, mindjárt mutatok rájuk példát, hanem komplett mondatocskák, még ha nyúlfartnyi hosszúságúak is. Például szókapcsolat. Angolul azt mondjuk, hogy make a decision, magyarul azt mondjuk, hogy döntést hozni. Angolul azt mondjuk, hogy take the responsibility, magyarul pedig vállaljuk a felelősséget. Angolul fried eggs, a magyar pedig tükörtojás. Tehát ezeket nem szó szerint fordítod. To tell the truth, megmondani az igazat, vagy az igazat megvalva, így fogjuk mondani. Angolul heavy rain, magyarul nagy eső. Jó, ezek szókapcsolatok voltak. Mutatok mondatokat is. Például, sounds great, jól hangzik. Move on, lép tovább. Never mind, nem gond, semmi baj. It will do. Ez megteszi. Ez jó lesz. Speak up, please. Hangosabban kérlek. Ha ezeket a magyar eredetiről fordítanád le tükörfordítással, az valóban sikítós lenne angolul, mert hogyha megnézed, teljesen más gondolkozásmóddal fejezzük ki őket magyarul, mint angolul. Ez is az anglicizmusok része tehát. Tehát amire figyelj, hogy minél több komplett kifejezés, nyúlfartnyi mondatot tanulj meg egybe, ezt sokat hallott tőlem, és így tanuld eleve meg őket. Ez már eleve angolosabbá teszi a beszédedet, ha használod őket. A másik dolog a mondások, közmondások, idiomák. Ezeknek a megfelelő használata különösen szép és angolosá teszi, vagy tudja tenni a beszédedet. Ugyanakkor itt is ugyanaz érvényes, mint az előző pontban, hogy kérlek, ne fordítsd le őket tükörfordítással, sem magyarról angolra, sem angolról magyarra. Nagyon furcsán fognak rád nézni különben, hogyha szó szerint ezeket lefordítod, mert nem fogják érteni, hogy mire is gondolsz. Helyette viszont mindig vizsgáld meg, hogy hogyan is fejezi ki ugyanazt a mondást az angol, és értelmez, keres rajta fogást, úgynevezett logikákat, vagy esetleg csak tudatosítsd a különbséget a két nyelv között, ami már eleve segít a megjegyzésben. Ilyenekre gondolok mondások, szólások, közmondások alatt. Magyarul, kikorán kell aranyat le? Angolul, early bird catches the worm. A korai madár megfogja a gilisztát, ugye? Ezt azért mondják így, mert reggel a harmatos földön több a giliszta, mint napközben. Ennek a másik verziója, az amerikai, aki korán kell aranyat lelnek, early to bed, early to rise, makes the man healthy, wealthy and wise. Korán ágyba menni, korán kelni, fogja az embert egészségessé, gazdaggá és bölcsé tenni. Ugye szó szerint így fordítanánk le, de hát látod, hogy ezeknek teljesen más lesz a megfelelője. Ugye ezt azért mondják így, mert tudjuk, hogy reggel friss adja, legtöbben azért produktívabbak tudunk lenni, nem mindenki, és az időben való lefekvés pedig nagyon fontos az egészségünk érdekében. Aztán gondolok olyan idiomákra, mint cut to the chase, azaz csap bele, vágj a közepébe. I rest my case, részemről ennyi, nem vitatom. Come hell or high water, ha törik, ha szakad, vagy to wine and dine someone. Megvendékelni valakit.
Tehát láthatod, hogy ezek is teljesen máshogy fejeződnek ki, mint hogyha lefordítanád őket szóról szóra, nem tudod értelmezni. A harmadik dolog az angolosabb szerkezetek. Okés, hogy angolosabb, de mire gondolsz? Az angol nyelv sokkal egyszerűbben fejez ki nagyon-nagyon sok mindent amúgy, mint a magyar. Ezért az összetételeket, a mondatalkotás sokszor egyszerűsíteni kell, mert azzal lesz angolosabb. Mutatom. Például, I decided I would start a lifestyle change, helyett I decided to start a lifestyle change. Vagy, after I had done everything, I went to bed, helyett having done everything, I went to bed. Vagy, they told me I should refuse their offer, helyett I was told to refuse their offer. Ha megnézed, ezek a mondatok így átalakítva picit rövidebbek, de jobban is hangzanak. A nyelvtan mögött lévő logikát persze meg kell érteni, de érdemes ezen is dolgozni. Ha angolosítanál a nyelvtanodon, az Angolosíts című oktatóanyagunk neked szól, és hogyha szólásokat, közmondásokat, idiómákat szeretnél tanulni, akkor ajánlom figyelmedre a Hangold magad kifejezésekre, angolul, oktatóanyagunkat, amiben 500 ilyen idiómát találsz. Angolosíts!